Segítség a vállalkozásoknak, 6 hónapig pályázati forrásból fizethetik dolgozóikat. Bővítés, új üzemcsarnokot épített egy mátészalkai műanyagipari vállalkozás. Megmérettetés, idén is Nyíregyháza ad otthont az atlétikai országos bajnokságnak. Újabb bér és bérköltség támogatásra pályázhatnak a vármegye vállalkozásai a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei paktumirodánál. A munkáltatók ezáltal úgy tarthatnak meg, vagy vehetnek fel újabb munkavállalókat, hogy jó részt pályázati forrásból tudják munkabérüket kifizetni. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A rendszer lényege, hogy 6 hónapig pályázati forrásból fizethetik az érintett dolgozók bérét azzal a feltétellel, hogy utána további 3 hónapig biztosan foglalkoztatják őket. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, az év második felében már a Paktum Plus program is elindul, amely újabb 7,5 milliárd forintos támogatást jelent. Alapvető célja a mostani helyzetben a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzatnak és a kormányhivatalnak, hogy ne csökkenjen, sőt lehetőség szerint tovább nőjön a foglalkoztatottság a régióban. Ehhez nagyban hozzájárult az utóbbi években a két intézmény konzorciumában létrejött foglalkoztatási paktum. Ennek újabb 6 plusz 3 hónapra szóló 100%-os bértámogatására pályázhatnak a vármegye vállalkozásai. A mostani háborús válság közepette különösen jó hír lehet a megyei munkavállalóknak, hogy a megyei önkormányzat egy olyan programot tudott indítani ebben az évben, amely 6 plusz 3-as foglalkoztatási támogatást tud nyújtani munkáltatóknak, munkavállalók megtartása, illetve új munkavállalók felvétele érdekében. Ez 100%-os intenzitású támogatás az első 6 hónapban az egész bért fizeti a program, másik 3 hónapban pedig továbbfoglalkoztatási kötelezettség van a munkáltatóknál. 1 milliárdos keretösszeggel indul ez a program, már befogadjuk az előzetes jelentkezéseket, és rövidesen döntések is születnek ezekről a programokról. A közgyűlés elnöke hozzátette, a foglalkoztatási paktumban az utóbbi években már több mint 7 milliárd forint támogatáshoz jutottak a munkáltatók. 2023 második felében pedig a Paktum Plus program is elindul. Az előző program összességében majd 8 milliárdos keretösszeggel futott, és nagyon sok munkáltatót segített ahhoz, hogy megtartassa az állását, illetve új állathoz jusson. És a Paktum Plus program keretében, ez még a Paktum program, a most futó pályázati program, ez az 1 milliárdos ráemelés erre a programba, így meg is eladtuk a 8 milliárd forintot. A Paktum Plus program keretében ugyancsak 7,5 milliárddal indítjuk majd a munkahelyi támogatási programjainkat az év második felében. Pályázni és érdeklődni a vármegyei Paktum irodában Nyíregyházán a Benczúr tér 7 szám alatt lehet, de bővebb felvilágosítást adnak a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának kirendeltségeinél is. Elektronikus úton a paktumiroda@ssbmo.hu e-mail címen adnak tájékoztatást a pályázatról, a szükséges dokumentumok pedig a szabolcsipaktum.hu weboldalon érhetőek el. Új 1600 négyzetméteres üzemcsarnokkal bővült a mátészalkai székhelyű Limaker Kft. A műanyag nyilázárókat gyártó és forgalmazó cég Európai Uniós támogatásból valósította meg a beruházást. Hanusi Péter, mátészalka polgármestere kiemelte, örömteli, hogy a város vállalkozásai a koronavírus, majd az energiaválság okozta nehézségek ellenére is fejlődőképesek. Több mint 20 évre tekint vissza a Limaker Kft. Története Mátészalkán. A vállalkozás műanyag nyilázzárók gyártásával és beépítésével foglalkozik. Fejlődését jól jelzi, hogy már a több tucat viszonteladóval rendelkeznek az ország számos pontján, sőt Szlovákiába és Romániába is értékesíteni tudják termékeiket. A cég most a Gino Plus pályázat keretében egy új, 1600 négyzetméteres, irodákkal és kiszolgáló egységekkel felszerelt új üzemcsarnokban tudja növelni gyártási kapacitását. A gyártásunk egy részét szeretnénk áthelyezni ebben az üzemcsarnokba. Elsősorban ajtórendszereket szeretnénk itt gyártani, illetve a további pályázatokban még szeretnénk részt venni, ahol még további megmunkálógépeket szeretnénk beszerezni, hogy még nagyobb kapacitással tudjunk érvényesülni a piacon. Pető Károly ügyvezető hozzátette, az építőipari termékek drágulása már a nehéz helyzetbe hozta a vállalkozást,
vállalkozásokat, az utóbbi két évben ugyanis lecsökkentek a rendelések. Remélik, az újabb lakossági pályázatokkal ez a folyamat megfordul a következő hónapokban. Nagyon bízunk benne, hogy talán 2023 első negyedévébe közepére egy kicsit megindul az építőipar, mert nagyon kiszolgáltatva vagyunk. Megdrágultak a nyílászárók, mint minden más egyéb, és ez pályázat nélkül a lakosság sem tudja már lefinanszírozni. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy érkezik a rendszerbe pénz, és lesznek új pályázatok a lakosság és vállalkozók számára, ami tovább viheti ezt az egészet. Hanusi Péter Máté Szalka polgármestere az üzemcsarnok átadóján arról beszélt, a város vállalkozásai a válság ellenére is a fejlesztésre és a bővítésre összpontosítanak. Először a Covid-dal kellett megküzdeniük, újra gondolni sok mindent, újra gondolni ezt a bizonyos kabátot. Amikor ezt megtették, és elindultak volna megint a konkrétabb, komolyabb fejlődések, fejlesztések útján, akkor pedig jött a szomszédban a háború. És nyilván ez bennünket itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Vármegye szívében, ez még jobban érint, mint esetlegesen az ország más területeit. Éppen ezért óriási öröm számunkra, hogy van olyan családi vállalkozás, amely fejleszt ebben a nehéz időszakban is. Tehát újra gombolta ezt a kabátot, sikeresen tette ezt meg, és itt is egy egészen nagy gyártóüzem létesült, egy újabb gyártóüzem, amivel tudja a fejlesztési profilját bővíteni. A beruházás összköltsége megközelíti a 300 millió forintot, amelyből 205 millió forintot tesz ki az Európai Uniós támogatás. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás 22 munkahelyet tud megőrizni biztosan hosszabb távon is. Ünnepre készülnek májusban Szabolcs településen, az 1092-es egyházi zsinat évfordulóján vehetik át a történelmi emlékhely címet, amellyel a községet még tavaly tüntették ki. Itt található az az országosan is egyedülálló földvár, amely Szent László király uralkodása alatt központi szerepet játszott a magyarság életében. A település forgalmestere azt mondta, turisztikai fejlesztéseket hajtanak végre, hogy hagyományaikhoz méltó módon fogadhassák a látogatókat az ezer éves Szabolcsban. Péklapáton szlalomozó labda, gumicsizmadobás és íjászkodás is volt Szabolcsban, ahol a Vidék Kincse Egyesület immár 5. alkalommal rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez köthető értékekről és hungarikumokról szóló vetélkedőt október végén. A történelmi múltjára büszke településen figyelnek arra, hogy értékeiket megőrizzék a jövő nemzedékeinek. A Tomori Kúria felújításával hamarosan új turisztikai attrakcióval szolgálhatnak az ide látogatóknak, mondta Csegei László, a település polgármestere. A rekonstruálás alatt álló Tomori mellett továbbra is várja az érdeklődő csoportokat a késő barokk stílusú Mudrány kúria és a 11. századból megmaradt történelmi emlékhely a Szabolcsi Református templom és földvár is. A polgármester azt mondta, a szabolcsiak büszkék, hogy a református templom felkerült a nemzeti örökségvédelem listájára. Tomori kúriának közeledik a fizikai befejezésének az időpontja, ami több százmilliós projekt, és nagyon nagy jelentősége lesz abból a szempontból, hogy a Szabolcs település az idén nyerte el a Nemzeti Örökségvédelmi Intézettől a történelmi emlékhely címet. Ez igen kitüntető cím a település számára, amit a Szabolcsi Földvár és a 1092-es zsinatnak helyet adó mostani református templom kapcsán nyert a település. Erre nagyon büszkék vagyunk, minden támogatónak hálásan köszönjük, és hát ennek a címnek a hivatalos protokolláris átadása, illetve a velejáró emlékoszlopnak a megáldása, megszentelése, az 2023. május 20-ára van tervezve. A május 20 az azért, mert az 1092-es zsinat is május 20-án tartott, tehát a Szent László királyunk emlékezetére és a törvényhozó zsinatra emlékezve ezen az évfordulón tartanak meg az ünnepélyes protokolláris felavatást, megáldást.
Csegei László hozzátette, az egykori földvár környezetét is igyekeznek vonzóbbá tenni, ahova tematikus táborokat, illetve vetélkedőket is szerveznek, egyebek mellett a megyei értéktár által szervezett helytörténeti vetélkedőt. A polgármester azt mondta, a turisztikai szempontok mellett a település élhetősége is fontos. Ennek érdekében a Magyar Falu program segítségével fejlesztették a belterületi utakat, valamint egy új játszóteret is építettek. Összességében az eltelt 4 év vonatkozásában történtek a legjelentősebb fejlesztések. Ezek összegszerűségben elérik, meghaladják a 500 milliárd forintot, tehát megközelítik a 600 milliót, amit a település még fennállása óta soha nem kapott ilyen nagy mértékű támogatást. Hát nyilván ez nagy mértékben köszönhető egyrészt annak, hogy megvalósítható célokat tűztünk ki magunk elé. Nem építettünk torzókat, a megvalósult beruházások árértékaránya az reális és felmérhető, illetve kaptunk hozzá olyan politikai egyetértést és támogatást, ami nélkül valószínű, hogy nem tudtuk volna ezt megvalósítani. A korábbi energetikai fejlesztéseknek köszönhetően a polgármester úgy véli, felkészültek a következő hónapokra. A november 30-ai testületi ülés döntései értelmében az ünnepnapokon kívül ügyfélszolgálati ügyeletet biztosítanak az önkormányzatnál. Csegei László azt mondta, a következő évben is folytatják a belterületi járdák felújítását, valamint a csapadékvíz elvezetésének kiépítését. Nehéz, de sikeres év áll a Kálai gyűjtemény mögött. Az intézmény tavaly az év múzeumadíj egyik külön díjasa lett, nagyszabású időszaki tálatai pedig több ezer látogatóhoz jutottak el 2022-ben. A gyűjtemény idén a Magyar Kultúra Napja nyíregyházi rendezvényeinek központi helyszíne lesz. Gábor Áron rézágyúja Nyíregyházán. A Kálai gyűjtemény egyik legsikeresebb tárlatát közel 3000-en látták. A Lészen ágyú című kiállítás Sepsiszentgyörgyről érkezett a Szabolcsi megyeszékhelyre. Az évelei nagy durranást pedig további sikeres kiállítások követték 2022-ben. Tényleg nagyon nehéz év volt, de nekünk ez az év, hál' Istennek a kis csapattal együtt, egy nagyon sikeres év volt, hisz mind látogatói létszámban, mind bevételben nagyon szépen produkáltunk, remek programokat is tudtunk megvalósítani, ilyen volt a Gábor Áron rézágyú a kiállítás, vagy éppen a Múzeumok éjszakájára a robotika, vagy a Szepesi Béla grafikus művész kiállítása. De ilyen most a Fegyvert Svitész című időszaki kiállításunk, amire közel 3000 látogató volt kíváncsi, sőt még december hónap végén még 150-200 ember jelentkezett be. Mellette Családbarát Múzeum lettünk, megkaptuk ezt a címet, és bekerültünk a város és a megyei értéktárba is. Úgyhogy én azt mondom, hogy a kis csapattal megköszönöm, de egy tényleg sikeres évet zártak el, és szeretnénk ezt, mivel jövőre 30 évesek vagyunk, szeretnénk ezt überelni, és nem titok, szeretnénk megpályázni az év múzeuma címét is jövőre. Az év múzeuma kitüntetés 2022-ben külön díjat hozott a gyűjteménynek. Az intézmény ezzel beírta magát az ország legjobb kis múzeumai közé. A Kálai gyűjtemény története a rendszerváltás előtt indult. Kálai Miklós egykori miniszterelnök elsőszülött fia, Kálai Kristóf kezdeményezésére. Néhány évvel később, 1993-ban a Nyírvíz palotában kapott helyet a hagyaték, igazi otthonába 2020-ban költözhetett az örökség. A gyűjtemény alapítója és munkatársai tiszteletére 2021-ben avattak emléktáblát a Kálai ház falán, melyet minden év decemberében megkoszorúznak. 2 évvel ezelőtt született meg ennek az ötletnek az emléktáblának, a polgármester úrral gondolkoztunk ezen, hiszen 3 olyan név került erre az a táblára fel. Az egyik a dr. Kálai Kristóf, a gyűjtemény alapító, a másik a dr. Lakatos Orolt, aki a gyűjtemény első igazgatója volt, illetve Magyar László Ildikó, aki a gyűjtemény megalakulása óta kezdve egy alapító munkatársa volt, sajnos ő fiatalon hagyott itt tragikus körülmények között bennünket. Mi fontosnak tartottuk, ennek a 3 személynek emléktáblát állítsunk, ebben nagy szerepet kapott Pénzes Tibor úr, a temetkezés átigazgatója, hiszen ő és az ő csapata támogatásával valósult meg ez az emléktábla, és mivel december 7-én született dr. Kálai Kristóf a gyűjtemény alapító, ezért ezen a napon minden évben megkoszorozzuk ezt az emléktáblát. A Kálai gyűjtemény december végén bezárja kapuit, a január 8-ai nyitást követően pedig január 20-ától képzőművészeti tárlattal várják majd a kultúra kedvelőket.
Több mint 1800 rajz érkezett a Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei szervezetéhez az Erdő télen című rajzpályázat keretében. Az alsó tagozatosok számára meghirdetett lehetőséggel nem csak a térségben élő diákok éltek, hiszen az ország számos pontjáról, sőt a Vajdaságból is érkeztek alkotások. A kamara a szombaton Sóstóhegyi székhelyén tartja a rajzpályázat eredményhirdetését. Alapvetően mi a megyei gyerekeket céloztuk meg, a megyei iskolákat, de természetesen feltettük a közösségi média felületre is ezt a pályázatot. Nagyon nagy meglepetésünkre 1850 gyermek gondolta azt, hogy megrajzolja, hogy szerintem milyen az Erdő télen, és nem csak megyénkből, sőt mondhatom, hogy a rajzok fele származik a megyénkből, a másik fele az ország minden tájáról. Zala megyéből is kaptunk rajzokat, Somogy megyéből is, Baranyából is, Borsodból, Hajdúból, Jász-Nagykunból, Pest megyéből, és ami nagyon pozitív volt számunkra, és mai napig nem tudom, hogy hogyan jutottak hozzá a pályázati kiíráshoz, Szerbiából, Szabadkából is érkezett 9 rajz, aminek külön örülünk, hiszen azt jelenti, hogy ott is vannak nyilván gyerekek, akiket érdekel a téli erdő. Most lesz szombaton az eredményhirdetése. Úgy gondoltuk, hogy mivel ennyi rajz érkezett, és első és negyedik osztály közötti korosztályt céloztuk meg, minden korosztályban hirdetünk első, második, harmadik helyezettet, megyén kívül és megyén belüli pályázók között is, tehát összesen 24 gyerek fog kapni itt nekünk díjakat. Nagy mennyiségű csempész cigarettát foglaltak le a NAV és a rendőrség munkatársai Tiszabecsnél a zöld határon. Fák és cserjék között a Bozótban gondosan előkészített, a beázás ellen is védett kreatív fogantyúkkal ellátott, úgynevezett mesterdobozokba rejtett cigarettákat találtak a járőrök. A csomagokban összesen 1050 karton füstölni való lapult. A lefoglalt szállítmány értéke több mint 22 millió forint. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is Nyíregyházán rendezik meg a fedett pályás országos atlétikai bajnokságot. Február 18-án és 19-én mérik össze tudásokat a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban a legjobb magyar versenyzők. Előtte 3 nemzetközi viadalt is rendeznek a csarnokban. Bakosi Péter sikeres kísérlete 220 cm-en a tavalyi nyíregyházi fedettpályás országos bajnokságon, amely az aranyérmet jelentette számára. Idén ismételhet a 29 éves atléta, mivel megint a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezik az OB-t. Egyelőre azonban még csak edzenek a rekordtánon, a magyar gátfutók mellett szlovák és román atléták edzőtáboroznak a megyeszékhelyen. Ezt már tavaly lehetett sejteni, amikor gyakorlatilag a megnyitóval egybekötött fedettpályás országos bajnokságot rendeztünk, hogy a szakma egy nagyon-nagyon jó véleményt nyilatkoztatott ki az atlétika pálya feltételrendszeréről. Én azt gondolom, hogy egy olyan létesítményben állunk most, ami abszolút minden igényt kielégít, és nyilván nekünk a sportcentrum részéről az a feladatunk, hogy ezt maximálisan kihasználjuk, és tartalmazunk. Töltsük meg a versenyzőink által. A nyíregyházi atléták tavaly 4 arany és 1 ezüstérmet szereztek a fedett pályás bajnokságon. Vas László szakágvezető reményei szerint február 18-án és 19-én hasonló eredményeket érhetnek majd el a hazai versenyzők. Azoktól, akik tavaly nyertek, én mindenképpen várom ebben az évben is, hiszen Bakosi Petinek meg kellene nyerni a magasugrást, Tóth Balázs súlylökésben nyert tavaly. És hát ott volt Nyisztor Petra, ugye, aki hármasugrásban elsőként állhatott fel a dobogó legmagasabb csúcsára. És hát akiben még bízom, Boros Bence, aki tavaly még nem indult versenyeken, de válogatott, és a kiemelt atlétikai programnak egyik tagja, ő már 60 méteren indulni fog ezen a versenyen, tőle is egy nagyon jó eredményt várok. És a gyaloglók közül pedig Helebrand Máté 5000 méteren szintén bízom benne, hogy megvédi a bajnoki címét. Az országos bajnokság előtt január 21-én és 28-án a Nyíregyházi Sportcentrum rendez nyílt verseny, amelyre már Szlovákiából, Romániából, sőt Dániából is érkeztek nevezések. Február 12-én a Kassai régió rendezi saját bajnokságát, amelyen rajthoz állnak a legjobb nyíregyházi atléták is. Ezeken a versenyeken, csak úgy, mint az országos bajnokságon, már lehet teljesíteni az isztambuli fedettpályás Európa-bajnokság szintjeit. Emellett az OB-n ranglista pontokat is lehet gyűjteni, amelyek segítségével a legjobbak ott lehetnek az augusztusi budapesti világbajnokságon.
Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Újabb bér- és bérköltség támogatásra pályázhatnak a vármegye vállalkozásai a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei paktumirodánál. A rendszer lényege, hogy 6 hónapig pályázati forrásból fizethetik az érintett dolgozók bérét, azzal a feltétellel, hogy utána további 3 hónapig biztosan foglalkoztatják őket. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, az év második felében már a Paktum Plus program is elindul, amely újabb 7,5 milliárd forintos támogatást jelent. Új 1600 négyzetméteres üzemcsarnokkal bővült a Mátészalkai székhelyű Limaker Kft. A műanyag nyillázárókat gyártó és forgalmazó cég Európai Uniós támogatásból valósította meg a beruházást. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere kiemelte, örömteli, hogy a város vállalkozásai a koronavírus majd az energiaválság okozta nehézségek ellenére is fejlődőképesek. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is Nyíregyházán rendezik meg a fedett pályás országos atlétikai bajnokságot. Február 18-án és 19-én mérik össze tudásukat a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban a legjobb magyar versenyzők. Előtte 3 nemzetközi viadalt is rendeznek a csarnokban. Január 11-én szerdán a Kölcsei televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán éjszaka borult hideg időre lehet számítani, de eső nem várható. A hőmérséklet 2 és 4 fok között alakul. Csütörtökön napközben marad a borongós, de csapadékmentes idő. A hőmérséklet 4 és 7 fok között lesz. A hét további részére is a borult idő lesz jellemző. Eső szombaton várható.